miután ezt felvette magához, markolta, vagy fordítva, felmarkolt és magához vett. Jaj, elrontottam! Basszus! Sziasztok, DB Tomi vagyok, és ma újra Pokoli Szomszédok nap van, úgyhogy ez következik ma. Mai részre egyébként azon gondolkodtam, hogy hogy is csináljuk a harmadik adás idényt. Ugye, hogy az előzőben is úgy volt, hogy a második adás idényt hát részből közben találtam ki, hogy egy vagy két videó legyen, viszont ezek 6, 7 és 6 küldetésből, illetve szivatásból állnak, ez viszont 8, 10, 8, 9, úgyhogy szerintem ezt ketté fogom szedni, illetve hát időközben az első adás idényt is megcsináltam aranyszomszédosra, bántott a szememet, hogy ez nem így néz ki. Úgyhogy most ebben a részben a harmadik adás idénynek csak az első felét fogjátok megnézni, fogjátok látni, ugyanis azt hiszem így lesz a legjobb, illetve hát nem is pontosan emlékszem minden egyes küldetése. Most így videóban talán nem is fogok annyit szenvedni. Hogy biztosan meglegyen az arany szomszéd. Arra sem emlékszem pontosan, hogy hol mindenhol jár, de az már biztos, hogy van emelet is, van pince is. Úgyhogy elég durva a lehetőségek tárháza. Ez már tényleg eléggé bonyolult, tekintve, hogy itt kutya is van. Ami azt jelenti, hogy itt óvatosan kell menni. Miközben odalent próbálom azt is figyelni, hogy milyen sorrendben érinti a dolgokat. Hát konkrétan most ide jön fölfelé vasalni. Úgyhogy egy picikét. Lehet, hogy nettes a helyzet. Arra nem emlékszem pontosan, hogy a teraszra most kijön-e. És persze, hogy kijön. Na, akkor újrakezdés. Pont ez az a bénázás, amit szerettem volna nektek megspórolni, viszont talán így, hogy... lesz időm ezt mondani? Így, hogy nem. Azt tudom, hogy kukával azt a vezetéket ki kell szedni. Azt hiszem, innen nem tudtam semmit sem kihalászni. Így, hogy a két rész lesz csak, így talán egy picike bénázás belefér részemről. Remélem, ti sem gondoljátok ezt különösen másképp. Nem tudom így se, hogy milyen hosszú lesz ez a rész. Viszont az mindenképpen garantált, hogy nevetni fogunk jó sokat. Ugyanis engem hihetetlen, hogy ez még mennyire, de mennyire szórakoztatni tud ez a játék. Mondom, hogy közvetlen a rész előtt, tehát a felvétel előtt én bemelegítésként gyakorlatilag próbáltam, illetve sikerült is megszereznem az arany szomszédot. Úgyhogy most itt 8 szivatást megpróbálok úgy eszközölni, hogy az minél jobb legyen. Hát a pincében még nem is jártam, még nem igazán volt lehetőségem eljutni oda. Most így, hogy kiteregette a ruhákat. Lesz idő, mert vajon. Oh, hát azért ez az utolsó utáni pillanat volt, viszont azért sikerült ezt szépen megszereznem. Illetve már rohanok, hát illetve hát rohanok, hát a kutyától amennyire lehet rohanni. Egy kis kábel, és már látom, hogy ide jön. Most, menj. Oké. És akkor azt hiszem, hogy innen kezdődik előről a művelet. Úgyhogy elkezdhetek gondolkodni azon, erre mondjuk itt pont nem emlékszem, ezt inkább megnézem még egyszer, nehogy azon menjen az egész, hogy
innen tudok-e kiszedni valamit. Azt hiszem nem, viszont inkább megnézem, mint hogy ezen menjen az egész, mint ahogy az előbb is mondtam. Most szépen mos, utána centrifugázik. Így is van. Utána bekapcsolja a vasalót. Igen, viszont... Arra emlékszem, hogy porszívózni. Valahol porszívózni is kell. Vagyis ezt azzal... Tehát a porszívót kell kivágni. Viszont nem emlékszem arra, hogy mikor használja porszívót. Én azt gondolom, hogy szerintem itt szépen elkezdem. Egy kis áramütés. Ja, a föld. De várj, a virágföldet honnan kell szerezni. Hol vagy, dagikám? Most szépen vassa, igen. És akkor ezután következik az, hogy megy szépen a mosószerért, így is van. Aztán majd megpróbálok megint csak szépen. Hoppá, egy kicsit megvágt az áram. Igen. És akkor most, hogy megtöltöttem, most talán ide kell. Viszont, ugye vörös bort öntöttem a mosógépbe, ami hát tudjuk, hogy nagyon-nagyon szépen összefogja a ruhát. Ennek biztosan örül a kolléga. Illetve a szappant, a mosószert kell ide a... haleledehez rakni, és bebújjunk az ágy alá. És közben ugye a centrifugának ezt kivágtam a tetejét ezzel a csípőfogóval. És ezáltal kirepkedtek a ruhák, aztán teljesen sikerült elkapnom, ne haragudjatok. És az a baj, hogy szerintem itt nem... nem cammog elég gyorsan, vagy hát... Nem lesz... Hopp, igen, így kiakad. Meglepődik, hogy miért ilyen retkes a szőnyeg. Viszont mivel kivágta a porszívót, így egy kicsit... Nem teljesen indokolt felrobbanás, de egészségedre. Jól van. Eddig jól haladunk. Két kiakadás és négy szivatás. Hát az a üveggolyó nincs a legjobb helyen. Azt hiszem, ez lehet, hogy ide kellett volna. Amíg ő kimegy, az igen szépen lefordítom. Igen, ide kellett volna egy kiakadás. Egészségedre. Viszont innen talán elég gyorsan eljut. Közben a madár eledelt, azt szépen rárakjuk a... A buborékon kirepült a hal. Ezt a picikét sikerült csak elkapni. És most, ahogy szépen megy kifelé... Hát igen, egy kicsikét rútul le vannak kakkantva a ruhák. Ezáltal megvan a negyedik kiakadás is. 84% is, még van egy darab szivatás, ami a golyók. Hát nem tudom, hogy az alvilági testét ezt mennyire sikerül a golyókig gurítania. Az kiakadjon, igen, kiakad. Ezáltal a 94%-ot sikerült megütni.
Ami király. Király, mert ez elég ahhoz, ugye 90%. És ennyi volt a kis technikai vágás, itt ne haragudjatok, mert persze a Windows frissítés az most kell, hogy jöjjön. Lényeg az, hogy következik a mindenkinek kell egy kicsi mozgás. Ez 10 darab szivatásból fog állni. Egyébként a bal kezem rajta van a QVR-en. Függőség, bocsász. Úgyhogy most megint megpróbálom ugyanazt a stratégiát követni, hogy próbálom kipuhatolni, hogy milyen útvonalakat jár be a úriember. Igen, megeteti a halakat itt. Itt is van haletetés. Utána jógázik, igaz? Arra viszont nem emlékszem, hogy jógázás után mit csinál. Hát, csodálatos. Egyszerűen zseniális. És akkor most viszi vissza a könyvet. Ez mi is? A doppingszer. Hát, azt hiszem ezt is a doppingszert is tudom, hogy hol kell rakni. Viszont ez a kutya megint nincs valami jó helyen. Ja, egyébként meg közben lehetnék eszközöket összegyűjteni. Remélem, hogy ezzel a bámészkodással nem rontottam el azt az egészet. Igen, és akkor most megy turmixot enni, inni. Már nem tudom, hogy a turmixot eszik, vagy isszák, attól függ, milyen sűrű, vagy hát én nem is igazán vagyok ezzel tisztában. Megissza a kis fehérje koktélját, és utána megy le az alaksorba. Ahogy ezt a gumit, meg a súlyzót megemelgeti, utána következik az, hogy ugráló kötelezik, ha igaz. Közben szépen óvatosan. Hát nagyon jó vagy. Igen, ugráló kötél. A kötelezés után kezdi előről a rutint, ami a haletetéssel kezdődik. Na jó. Ezerféle csomót lehet tanulni ebből a könyvből. És hát még egy könyv van a játékban, ami itt a, vagyis hát a pályán, ami nem más ugye, mint a jóga könyv. Miután ezt felvette magához, markolta, vagy fordítva, felmarkolt és magához vett. Jaj, elrontottam! Basszus. Kicsit elkapkodtam. Viszont most itt kezdem. A hűtőben nem volt semmi. Néhány jó gyakorlat. Úgy szépen megnézi, hogy mit is kéne, hogy is kéne. Mindeközben én már arra is emlékszem, hogy a dobozban nincsen semmi. Itt most szépen viszi vissza a jóga könyvet. Utána viszont trambulinozik. Igen. És a trambulinozás után megy fehérje koktélt. Nem, biciklizik és utána fehérjézik, igaz? A fürdőszobában egyébként biztonságban vagyok. A fehérje koktélt most veszi magához. Most adagolja a testébe, a hab testébe,
és utána megy szépen a pincébe gyúrulni. Szóval most azon gondolkodok, hogy nagyjából minden eszközöm megvan, illetve ha ezt innen kiszedem, akkor már tényleg meg lesz. Úgyhogy talán ide fent el is kezdhetném, hogy gyakorlatilag a szivatást. Igen, a doppingszert kellett a halelede helyére rakni. Most ugráló kötelezik. Egyfaj egy kis rugót csapunk a trambulin alá. És azon gondolkodok, hogy elbújjak-e, vagy ne. Nem hasal el így, ez így tök jó. Felveszi a jóga könyvnek hitt csomó gyűjteményes könyvet. Ja, közben megnézzük ezt a szivatást. Egy ilyen cula nagy hal, igen. Közben azért meghekkelem egy picit. Megszerelem a cigit. Közben jógázni. Illetve hát ő azt hiszi, hogy ez jóga lesz, de közben egy csomót köt, hát gyakorlatilag a testére. Igen. Igen, igen. Közben én most elfűrészelem szépen a sózórudat. Illetve az alaksori dolgokat is megcsinálom szépen. És utána elbújok a gardróban, mert azt hiszem, hogy most már csak mozizás van hátra. Hát megnézzük, ugye egy golyó való elesés, ez már a harmadik szivatás volt. És utána egy kiakadásnak mindenképpen következnie kell. Pú! Igen. Igen, igen. Én is szépen így hátra dőlök, nem tudom a kamerában, hogy mennyire jövök ki. És próbálom a saját módomon. Így. Igen, hogyha ide duplán kattintok, akkor itt tudom követni. Bár automatikusan nem. Hopp, még egy kiakadás. Igen. 8% plusz 3 a kiakadás. Kicsit darabjára hullott. Egyébként az is meglepő volt, hogy megszerelés nélkül egyben maradt alatta. Na de tényleg nem veszek rossz színűvel túl, meg ezt az első részben is elmondtam, hogy minden jellegű kövéres poén, ez csak a játéknak szól, és egyáltalán nincs bajom semmi ilyesmivel. Jééééé! Hogy örültök a gyerekek! Kaptak egy nagy focilabdát! Kicsit kirepült közéjük, a kutya is egy picit meg van szeppenve. Egy, kettő, három... Ja, és az ugrálókötél, azt elfelejtettem. Na nem baj, nem vagyok fel elkésve. Még jó, hogy megszámoltam, hogy hány szivatás van még. Lehet, hogy mennyit csináltam meg. Gyorsan csomót kötök ide. Hoppá! Ugye sokkal gyengébb ez a gumi, amit oda tettem annak a helyére, ami volt. Az áramítés semmiképpen sem egészséges a szervezetnek. Sose próbáltuk ki otthon. Nekem arra volt lehetőségem alkalmával néhányszor kipróbálni, hogy milyen érzés az, hogyha a 230 testeden átáramlik. Illetve hát hál' Istennek csak a kezemem. Egy párszor megbaszadtam az árammal magamat, már bocsánat a kifejezésre. Na mutasd mit tudsz, Svarci. Ez az. És az utolsó kis hajszál miatt pont kiakadt, és ha hát azért csak, hát még hogyha nem is akadt ki, de azért egy 3%-ot csak kapok az ugráló kötelezésért is, illetve hát hogyha elég gyorsan vonszolja magát, akkor még a kiakadás is eszközölve lesz. Recs. Hetes. Igen, úgyhogy ez a rész is egy 97%-ra sikerült. És ez milyen szép látvány, hogy ott van, én meg hihihihi. Úgyhogy ennyi.
A következő kettő részt azt majd egy kicsit később fogom megnézni veletek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, köszönöm szépen, hogy velem vagytok, köszönöm szépen, hogy támogattok, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!